Cseres Mária 5 évvel ezelőtt népszavazást kezdeményezett a képviselői költségtérítésről, ahol 605 ezer aláírást sikerült összegyűjtenie, ezzel szerzett magának országos ismertséget. Pártja az SMS-t most 67 jelölttel indul, közülük 33 nő. A Facebookon 7 nap alatt az ő oldala kapta a legtöbb lájkot, összesen 27 ezeret. A második legtöbbet Orbán Viktor, a harmadikat pedig Vona Gábor. Az SMS aktivistáinak demonstrációján Török Réka járt. Pénzt fogunk szórni! A járókelők nem tudják, miért szórják a pénzt, mindenki csak találgat. A miniszterelnök, a Simon Gábornak erre keltik fel a figyelmét, hogy hova tette a milliárdokat. A megfejtés rossz. Jelképes pénzszórást tartunk. Szétszórunk most annyi pénzt, amennyibe a 7-5 napján a képviselők kerülnek az országnak. 250 millió forint ez. A Seres Mária szövetségesei, vagyis az SMS a kampánykiadásokat a netre összpontosítja. Rövid videókat készítettek, ezeknek a videóknak az összesített nézettsége lassan eléri a 2 milliót. A Facebookon az elmúlt héten több mint 3 millió felhasználóhoz jutott el a hirdetésük. Beszéljünk inkább az igazságról. 4 éve nem kerültek be a parlamentbe, mert csak a választási körzetek 7-ében volt jelöltjük. Most már más a helyzet. Az egész országban lehet ránk szavazni, 67 jelölttel indulunk, a jelöltek fele hölgy. Jó részük már ott volt 4 évvel ezelőtt a civil mozgalom színeiben. Az, hogy a jelöltek fele nő, egyedülálló a versengő pártok között, de Seres Mária óvatos. Egy nő nem akar politizálni, egy nő tökéletesen boldog a családi életében és a munkájában, hogyha van jó munkája, akkor nem gondolkodik közéleti szerepen. Csak az a baj, hogy a pénztelenség és a minket körülvevő társadalmi környezet kibillent bennünket ebből a nyugalmi helyzetből, és nagyon sok nő érzi azt, hogy családanyaként már nem tudja összetartani a családját. Ez a 33 nő úgy érzi, ki kell mennie a közéletbe. Majd miután elérték, amit akartak, visszahúzódnak a családjukhoz. 5 évvel ezelőtt egy népszavazási kezdeményezésnél már 605 ezer ember állt Seres Mária mellé, most azt remélik, még többen lesznek. Török Réka, Hír 24.